Óriási megtiszteltetés, hogy rólam egy dokumentumfilm fog készülni, ami még mindig egy kicsit ilyen kettős érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Norbi tudja, mert nagyon sokat küzdünk egymással, így ő mindenhova oda szeretné hozni a kamerát, és az arcomban nyomja, akkor is, amikor én nagyon nem szeretném, vagy nagyon kellemetlennek érzem, vagy szégyellős vagyok, vagy éppen nagyon sok minden esetleg még nekem sem fogalmazódott meg rólam, vagy a történtekről konkrétum, és ő meg már teszi fel a kérdéseit, és akkor fogalmazzam meg, hogy akkor most akkor ezzel kapcsán hogy érzek, és akkor hogy lesz. Ugye ezért is az a covidos történet nagyon izgalmas ilyen szempontból, mert ugye hát ezt majd meg tudjuk mutatni a nézőknek, hogy az élsportonak nagyon nehéz volt ugye ez az időszak, vagy nagyon nehéz az időszak, ez a bizonytalanság. Számunkra is nagyon-nagyon fontos ez a film, a Nemzeti Filmintézet azért is támogatja ezt a nagyszabású projektet, mert ilyen kincsünk, mint katinka, ugye ez kevés van, és hát itt van velünk, meg kell mutatni, hogy most mi van vele, hogy érez, hogy gondolkodik, hogy készül az újabb megmérettetésekre. Tehát egy nagyon-nagyon fontos film. Egyrészt fontos film a mai emberek számára, a megnézni tulajdonképpen most fogva a fület a korunk hősét. Az volt. És hát az utókor számára is, hogy milyen volt ez a korszak, és hogy milyen volt a életed.